ciao, ciao. Szia, Soma, gyere! Szia! Szia! Rég találkoztunk. Igen. Bocsánat, én még mezbe vagyok. Nemrég voltam meccsen. Félig sikerült átöltöznöm, de majd fönn a stúdióban én ezt pótolom meg. Vagy bekötötted magad? Lehet. Jó. Somám, nekem azt csiripelték a verebek, hogy régebben te is érintett voltál ebben a sportban, amit úgy neveznek, hogy röplabda. Hogy is volt ez? És talán köze volt a feleségeddel Eszterrel való megismerkedésedhez? Való igaz. Összefonódik a kettő. Hogyan? Igazából a Gyüriben, ahol voltam, volt egy túra szakosztály, és rendszeresen elmentünk túrázni. És azok, akik túráztak, elkezdtek röpire is járni. Úgyhogy az én kis feleségemet egy túrán ismertem meg, és utána ott volt majdnem minden röpin is. Ezek szerint te is ott voltál majdnem minden röpin? Hát igen, ahhoz. De annak már oka volt? Az Eszter volt az oka? Nem teljesen, de benne volt. Benne volt. Benne volt. Te számítottál rá? Szeretek játszani. Ja, szeretsz játszani. Az jó, mondjuk az kell. Igaz. De való igaz, hogy Eszter úgy kitűnt a többi közül is. Játékban vagy? Játékban is vagy? Ügyes volt. Ügyes volt. Ügyes volt. De inkább... Inkább a szemednek? Igen. A szívemnek. Amúgy mi volt, ami először megfogott a feleségedben? Ha bemered vallani, most gondolhatunk két alakra is volt. A szépsége, meg a kedvessége. Szépségéből mit emelnél ki? Te szereted a szép hajú hölgyeket, arcúakat, alakúakat? Vagy mi volt az, ami úgy... Én úgy voltam vele, hogy ugye van a bibliai Eszter. Igen. És ő tud vele, hogy nagyon szép. Igen. Hölgy volt. És az volt bennem, hogy na, szerintem annak az Eszternek valahogy így kellett kinéznie. Hogy történt a lánykérés? Hogy menjünk egy nagy lépéssel előrébb. Volt egy úgynevezett Dávid kupa. És milyen sport? Az egy foci torna volt. És ott megbeszéltük, hogy találkozunk a végén. Tehát mondtam, hogy biztos megyek. De annyira elnyúlt a programom, hogy már akkor értem oda, amikor mindennek vége volt. Ő még de ott... ő focizott? Nem, ja, hanem jó. Ő segített ott takarítani a végén. És ám már feladta, hogy jövök. Már ült volna be egy kocsiba, mert vitték volna el a tesók, és akkor látta, az orrod hogy jövök. Elő. Igen. Látta, hogy jövök. És akkor mondta neki, hogy te figyelj, Eszter, van kedved egy kicsit beszélgetni. És akkor elmentünk a Pizza Hutba, és ott történt tulajdonképpen az, hogy én szeretnélek jobban megismerni. És akkor elkezdtünk találkozgatni rendszeresen, és akkor nem sokra rá a Margit szigeten kértem meg a kezét egy virágcsokor társaságában. Na figyeljük, akkor ott van a stúdió, kérlek foglalj helyet, abban a sárga székben, meg átöltözök, és akkor bent találkozunk, jó? Ciao. Úgy tudom, hogy édesapád nagyon szeretett volna egy fiút, és ez talán kétszer nem sikerült, és te vagy a harmadik a várva várt fiú gyermek? Ahogy mondod. Volt-e kivételezés a családban? Bizonyos szempontból igen. Tehát egy fiúnak többet megengedtek, mint a lánynak. Úgyhogy ezt tapasztalták a nővéreim, mondták is, hogy higgyem el, nekem sokkal több mindent megengedett édesapám, mint nekik. És én úgy tudom, hogy apukád, mivel annyira várt téged már, amikor mentetek együtt Gyülibe, volt egy bizonyos dress kódotok. Mi is volt ez? Azt mondd már el nekem, meg a nézőknek. Való igaz. Azt szerette, hogyha
öltönyben voltam én is, és ugyanazt a fajta nyakkendőt viseltük mind a ketten. Úgyhogy így jártunk Gyülibe, úgyhogy mindenki csodára járt, hogy ez a gyerek hogy öltözik, ő meg nagyon büszke volt. Hogy... Hány éves voltál? Hány éves korodtól jártál te öltönybe, gyülekezetbe? Szerintem 4-5-6. És akkor anyukád öltöztetett, vagy apukád? Erre emlékszel-e? Erre már nem nagyon emlékszem. Az biztos, hogy nyakkendőt apu rakta rá. Aha. Tehát az... És te fiatalon megtanultál nyakkendőt kötni? Á, nem. 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 Ráadásul ő úgy csinálta nyakkendőt, hogy megkötötte, de nem normális módon, hanem belefűzött egy gumit. Ha. És azt hátul itt egy kis pánttal össze akasztotta, úgyhogy ilyen instant nyakkendők voltak. Neked az életedben mikor jött el a komoly, odaszánt megtérés? Hány éves voltál? 13 éves voltam, amikor egy alkalom után megértettem, hogy bűnös vagyok, és hogy szükségem van Istenre. Teljesen mindegy, hogy én babakorom óta gyülekezetbe járt meg, vagy sem. Akkor úgy leesett, hogy szükségem van Istenhez jönni. És akkor történt meg a dolog. 13 évesen valamikor egy március tájékán. Ahogy visszaemlékszel, érzékeltél akkor valami változást, hogy na akkor most itt valami a helyére került? Megértettél valamit, és helyére került? Inkább egy megkönnyebbülést. Uh-huh. Tehát, hogy most már jó helyen vagyok, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy sinem vagyok. Uh-huh. Nem mind József Attila természetesen, de... Igen, tehát egy nyugodtságot, hogy most már biztonságban vagyok, vagy valami ilyesmi. Énekesi karriered, mondhatni, gyerekkorodban kezdődött el. Igen. Fesél nekünk egy képet, hogy hány évesen kezdtél, a Isten tiszteltel, milyen zenekari kíséreted voltak, milyen, úgy tudom, nem hétköznapi hangszereken játszottak a hölgyek melletted, illetve bizonyos hajköltemények megnevettettek mindgyerek. Mik voltak ezek? A gyülekezetekben ilyen zenekarok voltak, uh-huh. és a zenekarokban a hangszerek általában mandolin, banjo, akkor volt tangóharmonika, meg esetleg harmónium vagy orgona. Hát ilyen zenekarok voltak, és ugye a mandolint azt ilyen folyamatos mozgással kell agresszíven játszani. Pengetni. Pengetni, így van. És abban az időszakban a hölgyek, főleg a pünkösdi gyülekezetben, konyhban jártak, és kendőben. De most, amikor pengették ezt a banjót vagy mandolint, igen. akkor a kontyuk is rezgett hozzá, úgyhogy érdekes volt végignézni a zenekaron, hogy egyszerre rezegtek a fejek, meg a kontyok is. Senki nem méltó rá, hogy vegye szívünk hódolatát, csak egyedül az élő Úr, a király. Ő az örökké való, ő, akit egyikünk sem lát, magasztaljuk szent nevét, csak ő méltó rá. Senki nem méltó rá, hogy vegye szívünk hódolatát, csak egyedül az élő Úr, a király. Ő az örökké való, ő, akit egyikünk sem lát, magasztaljuk szent nevét, csak ő méltó rá. Tisztelet és a dicsőség, tisztelet és a dicsőség,
nem méltó rá, hogy vegye szívünk hódolatát. Csak egyedül az élő Úr, aki rá. Ő az örökké való, ő, akit egyikünk sem lát. Magasztaljuk szent nevét, csak ő, csak ő méltó rá. Tisztelet és a dicsőség, tisztelet és a dicsőség, legyen az Úré mind örökké. Tisztelet és a dicsőség, tisztelet és a dicsőség, legyen az Úré mind örökké. Tisztelet és a dicsőség, legyen az Úré, legyen az Úré, most is örökké. Köszönjük, hogy itt vagy köztünk. Legyen az Úr, szeretünk téged, Jézus. Legyen az Úr, minden hódolat. Legyen az Úr, minden áldás. Legyen az Úr, mind örökké. Tudommal te szereztél is dalt, én gyerekkoromból nem tudtam, hogy az, bevallom őszintén, hogy azokat te szerezted, de én ismerem azokat a dalokat, amiket te szereztél, mert a mi közösségünkben is énekeltük azokat. Hogy születtek ezek a dalok? Hogy jutottál el addig, hogy én mindenképp szeretnék írni dalokat? Vagy egyszerűen csak úgy jött, papírra vetetted, és ilyen szerényen, amilyen vagy, hogy kiderült, hogy van egy-két dal a fiókban, és akkor a többiek mondták, ugyanhúzd már elő azt a fiókot, mi lapul benne. Hogy jöttek ezek az életedbe?
Nem akartam dalt írni igazából, tehát nem akartam ilyennel foglalkozni, csak ahogy a gitárt kézbe vettem, meg elkezdtem danolászni, és tetszettek akkordok, és akkor próbáltam dallamot ráépíteni. De a legelső dalom az érdekes, hogy úgy történt, hogy meghívtak egy ilyen ima alkalomra. És úgy volt, hogy egy kicsit imádkozunk. Uh-huh. Annyira jó volt, hogy a végén nem is tudom, talán 10 órát imádkoztunk. Igen. Tehát, étkezés és minden nélkül kb. Vagy? Hát szerintem igen. Tehát egyszer elkezdtünk imádkozni, és úgy folyt az igen. egész, hogy ömlött. És érdekes, hogy akkor például az Uram, te hozzád futoknak a dallama akkor jött fel bennem. Uh-huh. És utána később raktam rá a 71. Zsoltárból a szöveget. De hogy ott elkezdtem dúdolni, és tetszett, aztán hazamentem, és egy szöveget raktam rá. Volt olyan is, hogy a nagyobbik fiam Dávid beteg volt, és nagyon erősen köhögött. És imádkoztam, hogy Uram, kérlek, vedd el ezt a köhögést. Jézus nevében gyógyuljon meg. És nem akart, és az oda, Uram, itt kérlek, és nem hallgatsz meg. És akkor az jött fel bennem, de én akkor is bízok ebben az Istenben, de én akkor is rátámaszkodok. És ez úgy volt, hogy... Jobb után szabadon. Igen. Ez úgy volt, hogy akkor még mindig ott feküdtem mellettük az ágyon, vagy ők az ágyon, én a földön, még megvártam, míg elalszanak, mert akkor úgy érezték, hogy akkor jó, ha ott vagyok. És ott feküdtem mellette, és még köhögött. És akkor eldöntöttem, hogy akkor is én az Úrban bízom, akkor elkezdtek jönni gondolatok, hogy hogy volt ez Dávidnál. Amikor ugye még a saját embere is azon gondolkoztak, hogy megkövezik. Igen. És hogy azt mondja az így, hogy megerősítette magát az Úrban. Vagy hogy volt ez Sidrák, Misák, Abednégónál. Tehát ők kiálltak az Úr mellett, az Úr megszabadította őket. És az volt bennem, hogy jött a dalszöveg, és elkezdtem leírni. Ott a gyerekek ott köhögtek, vagyis köhögött a Dávid. Igen. És elkezdtem leírni, egyszer csak megszűnt a köhögés, elaludt, teljesen jól lett. Úgyhogy Isten megengedte, hogy ezzel egy kicsit ösztönözzön, vagy megpróbáljon engem, és el is múlt a betegsége, és a dal is megszületett. Az a dal címe, hogy Jézusban bízom. Megjelent neked egy lemezedés, aminek az a címe, hogy engedd, hogy átöleljen. Miért ez lett a címe? Van egy dal rajta, ami tulajdonképpen egy hölgynek írtam annó, uh-huh. aki nagyon szimpatikus volt nekem, de nem volt keresztény. Uh-huh. És ez még a feleséged előtt való udvarlás természetesen. Nem is udvaroltam neki, tehát nem, semmi. Csak úgy szerettem volna, hogyha megérti, hogy Isten szereti őt. Ja, értem, tehát ez nem is ilyen romantikus. De volt romantikus is. Érzés, uh-huh. Uh-huh. De tudtam, hogy nem játszik, mert Isten nélkül él. Tehát. Értem. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy úgy szeretném, ha látnád, hogy ő mit jelent nekem. És a dalnak a lényege gyenged, hogy átöleljen. És ezért lett a címe is a lemeznek. Tehát ez volt az a lemez, enged, hogy átöleljen. És ez mikor jelent meg? 2008-ban. Jó régen. Ezen a lemezen énekelnek a gyermekeid is. Pontosan hány? Az összes vagy csak? Összes énekel. Az összes énekel rajta. Neked, mint apának, ugye édesapádnak nagyon fontos volt, hogy ugye ugyanúgy járjatok. Neked, mint apának milyen érzés, amikor a gyermekeiddel együtt énekelsz egy albumon? Klassz. Számítottál is klassz. Erre, hogy ez majd így fog történni? Hát, sose tudja az ember, hogy milyen hangjuk lesz. Ez igaz. Tiszta, nem tiszta, stb.
De kis csengő hangjuk volt, úgyhogy mindenképpen ráraktam. De nagyon szeretem, amikor mondjuk karácsonykor együtt vagyunk mindenki, és akkor együtt énekel. Ráadásul akkor még hány évesek voltak nagyjából a gyerekek? Hát a legkisebb akkor 2 éves volt. Ó! Oh. Ő volt Balázs, a Danny volt 8, Dávid meg 10 körül. És akkor a legkisebb van a borítón. Így van. Igen. Igen. Kis szeszi. Ki volt nátok a családban ilyen zenei vénával megáldva? Mert én úgy tudom, neked talán nincs is semmilyen komolyabb zenei előképzettséged, hanem te úgy önszorgalomból? Vagy hogy voltál a gitározás, éneklés? Igen, tehát tanultam valamilyen szinten énekelni, de azt sose szerettem, tehát az ilyen klasszikus jellegű volt. Azt talán egy évig vagy fél évig csináltam, de rájöttem, hogy annyira nem. Aztán picit tanultam gitározni, de igazából autodidakta módon tanultam meg. Egyébként édesanyám az, aki ezt behozta a családba. Ő az, aki nem csak, hogy nagyon jó hanggal rendelkezett, de ugye a mandolin zenekarban ő is kontyosan zenélt, pengetett. De ő művész volt egyébként, tehát ő például festett is. De csak úgy időnként otthon, ha volt egy kis ideje. De nagyon szépeket, tehát semmi képzettség nélkül. Szuper. Ez a családban esetleg tovább ment, te milyen tehetséggel bírtál így? A rajz nem jött át nálam. És csak a zenei. Nálatok mondjuk a te a kislányom, Daniella, ő nagyon szépen rajzol, meg fest, és ilyen művész érzékkel rendelkezik, és a hangja is nagyon jó. Akkor így hullámokban jön. Lehet, hogy benne csúcsosodik ki minden jó gén, ami a családban van. Mostanában már úgy tudom, nem írsz dalokat, viszont fordítasz, ha jól tudom, angolból dalokat, és azok is ugye, hát Magyarországon magyarul szeretünk énekelni, és ugye ezekből is megmaradt. Igazából azt mondom, hogy a te fordításaidat használjuk bizonyos daloknál. Egy-kettőt így van. Egy-kettőn így van. Hogy jött ez neked, hogy most nem írok, viszont mi lenne, ha angolból fordítanék, és ezzel szolgálnék? Vagy volt erre valami igény a környezetedben, és ahogy ez igény szüli, hát miért ne? Miért ne tudnám megcsinálni? És bam! Ezen el kell tűnődnöm, hogy ez hogy jött. Én szerintem úgy jött, hogy egyszerűen megtetszett egy dal. És akkor mi is a szövege? Hát ezt kéne magyarul is énekelni. És akkor nekiestem. Van, ami könnyebben ment, van, amin nehezen ugye átraknia ugyanazt a ritmikát magyar szavakkal, elég nehéz angolból. És akkor így, amikor megtetszett egy-egy dal, és úgy éreztem, hogy ezt muszáj, akkor lefordítottam. Mik az ismertebb fordítása, egy pár dalt tudnál említeni? Az egyik a Magasztaljuk őt. Nem tudom, ismered? Én igen. Ismered. A másik a Az nem lehet, az a cím, az nem lehet, hogy csak más dicsérje őt. Én pedig némen állnak itt az Úr előtt. Igen, azt is ismerem. Aztán amit nagyon szeretek, az a Szeretlek téged Jézus című dal. Szeretlek téged Jézus, szíven találtál Jézus, a legjobb dolog, ami történt velem, kitöltötted rá szent lelkedet. Szeretlek téged, Jézus, szíven találtál, Jézus, a legjobb dolog, jobb dolog, ami történt velem,
hát, és szólj! Amen. Nem tudom, hogy mennyire ismered a műsor, de itt elő szokott olyan fordulni, hogy egy kis meglepetéssel készülünk. Most is. Szeretem. Igen, azt szereted. Na most is így teszünk, lesz egy videóbejátszás, megnézzük, valaki hozzá fog pár szót intézni, ki kéne találni, hogy kicsoda ő, és hogyha kitaláltad, vagy hogyha nem, akkor is már itt van, úgyhogy meg fog ajándékozni a jelenlétő, úgyhogy nézzük meg ezt a bejátszást. Szuper. Kedves Soma, most egy szűk családi körben vagyunk. Szeretnék nagyon boldog születésnapot kívánni. Vagy névnapot, de legalábbis jó napot. Na mi a tipp, ki lehet ő? Hát a hangját nem ismertem volna fel, de az arcát annál inkább, úgyhogy a Ked Laca. Ő az. Úgyhogy kedves Laca, gyere kérlek, fáradj be a stúdióba. Itt várunk a barátoddal. Körülbelül hány éve ismered őt? Szerintem mióta? 25 plusz? Olyasmi, 25. 25. 25. Gyere, 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 köszöntsed a barátodat. Hello. Szia! És kérlek, foglalj helyet ott a székben, amit neked hoztunk be. Üdvözöllek itt a stúdióban. 25 év ismerettség. Ebben volt jó és rossz, vagy csak jó és jó? Ezt inkább mondjuk most Lacihoz. Szerintem jó. Zsomáról nem nehéz jókat mondani. Ne? Igen, nem úgy tűnik, mint aki mondjuk hátba támadna. Nem egy elvetelőt. Igen, nem egy állok és settenkedő ember benyomását kelti. Mi az, amit ki tudnál emelni belőle, mondjuk, hogyha egy három jellemzőt kéne így a nézők elé dobni csúnya szóval, Somáról mi lenne az? Egy nagyon békés, irgalmas és stabil. Békés, irgalmas, és stabil. És most az éneklésről is szó volt, hallottam. Igen. Tehát ő úgy tud tisztán énekelni, most az, hogy tanulta, nem tanulta, tök mindegy, de olyan képesség, hogyha mellette hamisan énekelnek, akkor se viszi el. Ez egy stabil. Nagyon, igen. És ezt énekesek is mondták, úgyhogy megerősíthetem, én is hallom, de... Hogy ez állásos. Igen. Ti szerepeltetek együtt egy zenei felállásban. Melyik volt az? Avassá be minket. Vagy volt több ilyen is? Több ilyen is volt szerintem. Akkor mesélj egy kell. Mi volt a legkorábbi? Hát talán a BPA Gasper a Gyafival, ugye? Nem? Igen. Vagy egy időben a lakatos projekt. Lakatos projekt. Ó, persze, hát ez óriási. Tudnátok-e mondani valami viccesebb történetet, amit ketten együtt éltetek meg, akár egy ilyen... Van több is, ahogy látom, és Soma egybe elkezdett nevetni. Mi lehet az, amit még el lehet árulni, és nem annyira ciki? És senkire nem terhel. Szlovák utunk. Mi volt Szlovákiában? Akkor lefordítottuk az egyik lakatos Béla dalt. Ja, igen. De én nekem már nem ugrik be, hogy mi volt a szöveg. Mi a szeretünk, Jézus, és kitaláltuk, hogy de nem ilyen hatásvadászat miatt, de hogy legalább a refrént, akkor én nem is szlovák, az Osztravában cseh. Ja, tényleg, nem cseh szlovák. Szlovákián keresztül értünk. Igen, igazad. És akkor ott a helyi tolmáslányt megkértük, hogy ezt fordítsa már le. És amúgy se volt egy ilyen cudar fogadtatás, nagyon kedves volt a közönség, de amikor mert a harmadik ismétlésnél a refrén megszólalt csehül, Miu Metje, Jezsi, Sim, kész. Akkor olyanok van, mint a benszülöttek lettünk volna. Jó, ez nagy trükk, ezt minden világi zenében is csinálják, egy pár szót mondanak magyarul mindjárt, akkor mint mindenki elolvad. De ott, de őszintén olyan jól esett, olyan örömmel énekeltünk ott csehül.
hogy az működne. Csehül éreztük magunkat. Igen. Uram, te hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged, ó, mi jó, én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Uram, te hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged, ó, mi jó, innéken. Tudom, nem hagysz el engem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom, jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Uram, te hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged, ó, mi jó, innéken. Tudom, nem hagysz el engem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom, jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom, jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Hoztunk neked egy meglepetést, az a kérés, hogy most fordulj el. Elég, ha becsukod a szemed. Igen. Én mondjuk, hogyha egy ilyet csinálok? Igen, de... Becsukod szemem. Igen, nem nézhetsz. Nem nézek. Nem nézhetsz, teljes titkos ügynök. Nem tudtam, mire kell emlékezni, de most már tudom. Tudom, hatalmas, hatalmas só közeli. Még egy kicsit bírt ki. Jó, jó. Elég jól bírom, mert egy darabig, amíg nem volt megműtve a szemem, ha nem volt rajtam szemüveg, nem is kellett volna ide tennem semmit, mert annyira nem láttam messzire. Most már nézhetsz. Most van. Drága Benny, örülök, hogy itt vagy a műsorban. Sok szeretetet köszöntelek. A nevem Joe, a testvér from Jamaica-ból. Szeretném átadni neked a sok üdvözlet testvérektől, a jamaikai testvérektől. Nagyon szeretik a Pax TV műsorát természetesen. Nagyon örülnek, amikor jó műsorokat gyártasz nekik is, és szeretik nagyon az urat, tudod. És
Azt szokták mondani, hogy Joe az Úr. Nagyon Joe az Úr. Halleluja! Nagyon örülünk, hogy valami speciális antennával be tudják fogni ott is abszolút, a testvérek. Abszolút. Nagyon jó. Nem tudom, hogy esetleg azt megtanulták-e már azt a nyelvtörőt, hogy Jamaica a jamaicaiaké. Természetesen ezt gyakoroljuk minden nap. És a Jamaica a jamaicaiaké. Tényleg tudják, le a kalappal, nem semmi. Abszolút. Erre nem számítottam. Honnan van ez a vonal, Joe? Hogy találtál ide? Mert ez engem tényleg meglepett. Ennek nagyon örülök. Az igazság az, hogy voltam egy céges rendezvény, és ott mondták, hogy énekeljek egy jamaicai dal. És mondtam, hogy okay, and adtak nekem egy ilyen gyönyörű helyet. Igen. És elénekeltem a jamaicai dalt, nagy siker volt, és akkor én megörököltem ezt a szépséget. És azóta általában a táborokban mindig a Joe testvér megérkezik, és hozza gazdag üzeneteket a Jamaicából természetesen. A leghíresebb bobozó nemzet, mint ezt megtudjuk. Natürlich. igen. Szóval innen származik ez a Joe testvér. És akkor hogy foglalnád össze a missziódat itt Magyarországon, kedves Joe? Hát tudod, drága Benny testvér, nagyon Joe az Úr. Kedves Joe, szerettem volna átadni Somának, hálánk jeléül, hogy bejött ide a stúdióba egy bort. Én úgy tudom, hogy nagyon szereti a külföldi borokat, de ezt biztos te is jól tudod. Ez egy magyar bor, úgyhogy szeretettel küldöm, kérlek keresd meg. És add át szeretetünket. Köszönöm. Mondtam én, Joe az Úr. Örökké. Kedves Joe, rendben. Nagyon szépen köszönöm, hogy te is bejöttél. Én is köszönöm, nagyon köszönöm. Neked is, Laci, hogy bejöttél, és bárhol van Somban, add át neki, hogy nagyon köszönjük, hogy itt volt, rendben, és eljött. Rendben. God bless you. God bless you. És kedves nézőink, önöknek is nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak. Tartsanak velünk legközelebb is. Isten áldja önöket. Viszontlátásra. Jöjj te is, áldjuk őt, magasztaljuk Jézus nevét. Jöjj te is, add neki szíved hódolatát. Jöjj te is, áldjuk őt, magasztaljuk Jézus nevét. Jöjj te is, add neki szíved hódolatát. Valljuk meg együtt, szent az Úr, dicsérjük őt, a bárányt. Méltó, hogy áldjuk, őt imádjuk, Jézust az egyszülött fiú. Jöjj te is, áldjuk őt, magasztaljuk Jézus nevét. Jöjj te is, add neki szíved hódolatát. Jöjj te is, áldjuk őt, magasztaljuk Jézus nevét. Jöjj te is, add neki szíved hódolatát. Valljuk meg együtt, szent az Úr, dicsérjük őt, a bárányt. Méltó, hogy áldjuk, őt imádjuk, Jézust az egyszülött fiú.